Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy ezt a terrárium párásítót hogyan lehet egy nagy terráriumba, ebben az esetben ebbe a terráriumba beépíteni úgy, hogy az tökéletesen üzemeljen. Első lépésként ahhoz, hogy ezt a csövet be tudjuk vezetni a terráriumba, a terrárium tetején, a rácson egy rácslukat kitágítunk. Ebben a videóban a jobb láthatóság kedvéért most magát a szivattyút, illetve az egész párásítót a terrárium elé helyezzük, de természetesen, hogyha ez be van üzemelve, akkor maga a motor, a szivattyú része az eldugható a terrárium mellé, illetve a terrárium mögé. A szivattyúnak két kivezetése van. Van az a része, ahonnan szívja a vizet, ez majd belekerül egy edénybe, ahonnan szívja a vizet. A másik része pedig ezen a csövön keresztül fogja pumpálni, ezen a fejen keresztül a terráriumba párásítva a vizet. Arra ügyeljünk, hogy az a rész, ahol ez a kis szűrő van, az kerüljön majd, ennek a vége kerüljön abba az edénybe, ahonnan a víz a terráriumba kerül. Most ezt a kivezető részt fogjuk fölülről a már kitágított rácson keresztül bevezetni a terráriumba. A kivezető cső rögzítése után rögzítenünk kell ezt a fúvókát, a fúvókának ezt a végét, ehhez a csőhöz. Az csak a teendőnk, hogy ezt a részt bedugjuk ebbe a csőbe jó erősen. Arra vigyázzunk, hogy ha már bedugtuk egyszer, akkor utána ezt nem fogjuk tudni kihúzni, mert ilyen karmantyúval van megoldva. Hogyha esetleg mégis bármilyen okból le akarjuk venni, akkor annyit csak a teendőnk, hogy ennek a csőnek a végét itt levágjuk, és utána már le tudjuk dolgozni erről a kis részről ezt a kis gumigyűrűt. Ezt így most be is állítottuk úgy, hogy körülbelül a permet a terrárium közepe felé, a növény felé spricceljen majd. Ennél valószínűleg több rögzítésre nem lesz szükség. Szükségünk van egy tartályra, ahonnan a víz a szivattyúba kerül. Ezt a műanyag palackot fogjuk erre felhasználni, nyilván egy sokkal nagyobb, akár egy 5 literes palackot is erre fel lehet használni. Annyi a teendőnk, hogy ennek a tetejére fúrunk egy akkora lukat, amekkora szükséges ahhoz, hogy ez a gumicső ide belemenjen. Ennek a gumicsőnek a 30 centis részénél látunk egy szűrőt, tehát hogyha esetleg bármilyen szennyeződés belekerülne ebbe a vízbe, akkor ez a szűrő megszűri. Magába, a palackba sima csapvizet töltsünk, nem feltétlenül jó az állatnak az, hogyha 100%-osan lágyított, ioncserélt vizet kap, úgyhogy egyszerűen csak csapvizet töltsünk bele. A palacba tehát fúrtunk egy lukat, és olyan hosszan tesszük bele a csövet, hogy a cső leérjen a palack aljára. Ezzel össze is állítottuk a párásítót. Azt kell még tudnunk, hogy a legelső használat előtt, mivel ebben és ebben a csőben levegő van, légteleníteni kell a rendszert. Légteleníteni kell akkor is, hogyha már használtuk a rendszert, de a vizet teljes mértékben kiszívta a motor ebből a palackból, és kapott levegőt. Tehát, hogyha ez a cső levegőt kap, akkor mindig légtelenítek kell. A légtelenítés a következőképpen történik. Először is ezt a fúvóka részt itt, ezen a ponton lepattintjuk. Aztán a cső vége alá teszünk egy edényt,
hogy ugye nem menjen mindenhova a víz, és egyszerűen csak áram alá helyezzük, és addig engedjük, amíg abból szépen rendes sugárban nem megy a víz. Ez így nagyjából jó is lesz. Ha ez megvan, akkor visszatesszük a fúvókát, és így most már nincsen benne semmi levegő, és úgy tudjuk beindítani, hogy természetesen megint ennek a kapcsolónak a segítségével elindítjuk. És hát amennyire látszik, igen, látszik, így szépen permetez. Most megint lekapcsoljuk. És most már nem fog permetezni tovább. 3-4-5 másodpercet menjen a párásító naponta 3-4-5-ször. Természetesen kell egy picit kísérletezni ezzel, hogy mennyi ideig menjen. Érdemes egy picit figyelni az első két napban, és lehet módosítani azon, hogy hogyan, milyen hosszú ideig működjön. Na most természetesen most kézi vezérléssel, azaz egy kapcsolóval kapcsoltuk ki és be. Ez akkor jó, hogyha otthon vagyunk, de igazából kell hozzá, hogy ez professzionálisan működjön, egy időkapcsoló. Az időkapcsolónak a működését egy másik videóban fogjuk bemutatni. A fúvók a fej úgy van kiképezve, hogy nem tud vízkövesedni, tehát nem kell félnünk a vízkövesedéstől. Viszont előfordul az, hogy pici szennyeződés kerül bele, hogyha nem fúj, akkor annyi a teendőnk, hogy szépen levesszük ezt a kis fejet, és egyszerűen kikopogtatjuk bele azt a pici kis szennyeződést, ami belekerült, és ez szinte mindig elég. Egyszerűen visszatesszük, és visszaillesztjük erre a részre, és tud tovább funkcionálni. Hogyha esetleg nem vagyunk elégedettek azzal, ahogy áll maga a fúvóka rész, akkor egy gyors kötegelővel lehet állítani, módosítani az állását. Például valahogy így.